Négy kormánypárti női politikus előnyös fotókon, a nemzeti szalag fölött a mi felirattal, hét ellenzéki női politikus előnytelen fényképeken, uniós zászlóval, ők felirattal. Köztük egy mondat, arcodon a lelked. Ezt a montást Víg László fideszes országgyűlési képviselő osztotta meg a közösségi oldalán. Miután a 444.hu felfigyelt a képre, a képviselő változtatott a posztján, már csak a barátai láthatják. Víg László 2006 óta országgyűlési képviselő, ezen a 2016-os felvételen önkéntes teremszolgaként begyűjti az LMP-sek által a fideszes képviselők asztalára tett, akkor éppen kormánykritikus magyar nemzet példányokat. Miért szedi el az újságot mások asztaláról? Ők adták, személyesen adták oda, azért adták oda, hogy adjuk vissza nektek. Ők mondták, hogy az a kérésünk, hogy ilyeneket lehelyezhetnek ki többet rossz felejünkre. Ma hiába kerestük, hivatalos oldalán csak vezetékes szám van, amit ma senki nem vett fel. A Fideszen keresztül is hiába kértünk tőle interjút, ahogy a párt sem reagált a megkeresésünkre. Budai Gyula pedig a más témában tartott sajtótájékoztatóján nem akarta kommentálni a párttársa posztját. Engedje meg, hogy Víg László Facebook bejegyzését ne kommentáljam, egyrészt nem ismerem, mert nem követem Víg László. Nem vagyok hívva a sajtótájékoztatói performanszoknak, de hogyha nem látta ezt a bejegyzést, én nagyon szívesen megmutatom. Nézze, még egyszer mondom, én azt gondolom, hogy én, Budai Gyula, kormánypárti képviselő a saját Facebook bejegyzésemért vagyok felelős. Víg László Facebook bejegyzésére nem vagyok felelős. A montásban szereplő Vadai Ágnes szerint a kép súlyosan sértő, manipulatív és megosztó. Sértő, mert a nőket kizárólag, csak is kizárólag a külsejük alapján ítéli meg. Manipulatív, mert nyilvánvaló, hogy a fideszesekről csak előnyös, rólunk pedig csak előnytelen kép került be ebbe a montásba. Végül pedig megosztó, mert azt üzeni, hogy aki fideszes, az szép és jó, aki meg ellenzéki, az csúnya és gonosz, miközben ez pont nincs így, hiszen erre a legjobb példa az, hogy egy fideszes férfi képviselő osztotta meg ezt a fotót. Kerestük a képen szereplő kormánypárti női politikusokat és a kormányt is, de nem reagáltak megkeresésünkre.